Ebből három állítást tudok önökkel megosztani, amit én az ügyészséggel megosztottam. Sadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt, és Sadl György őrizetbevétele előtt fél évvel a kormánynak tudomása volt arról, hogy büntetőeljárás zajlik és titkos megfigyelés, és erről tájékoztatták már fél évvel a meggyanúsítása előtt Völner Pál miniszter helyettest. Rogán Antal és vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat. Ez alapján, a három állítás alapján, és ezeket én bizonyítani tudom, a kormánynak nincs más lehetősége, mint hogy benyújtja a lemondását. Szerda délelőtre ide a fővárosi nyomozóügyészségre idézték be Magyar Pétert. Kiderült, hogy a Völner Sadl üggyel kapcsolatban fogják meghallgatni. Varga Judit volt férje, azt mondja, hogy terhelő bizonyítékai vannak a kormánytagokkal, különösen Rogán Antallal szemben. Tehát a Völner Sadl ügyben hallgattak meg itt a központi nyomozóügyészségen. Négy óráig, vagy több mint négy óráig tartott a kihallgatásom, amiről megkaptuk a jegyzőkönyvet, amit közösen aláírtunk. Egyébként kép és hangfelvétel is készült a kihallgatásomról. Nagyon hosszú volt a kihallgatás, sok körülményre és előzményre kiterjedt. Igazából három állítást tudok önökkel megosztani, amit én az ügyészséggel megosztottam, ebből kettő már nagyjából ismert. Az egyik az, hogy Sadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt. A második, amit szintén elmondtam a sajtóban, az az, hogy már a nyomozás lezárulta, tehát a meggyanúsítás előtt és Sadl György őrizetbevétele előtt fél évvel a kormánynak tudomása volt arról, hogy büntetőeljárás zajlik és titkos megfigyelés, és erről tájékoztatták már fél évvel a meggyanúsítása előtt Völner Pál miniszter helyettest. Hogy konkrétan ki mit tudott, és ki kit tájékoztatott, ezt nem tudtam elmondani, de azt a tényt, hogy fél évvel a gyanúsítás és az őrizetbevétel előtt már tudomással bírtak a kormányban arról, hogy titkos megfigyelés zajlik, és erről tájékoztatták Völner Pál miniszter helyettest, ezt el tudtam mondani. A harmadik és legsúlyosabb állítás én szerintem, amit szintén elmondtam az ügyészeknek, és amit bizonyítani tudok, az az, hogy Rogán Antal és vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat, ami annyit jelent, hogy vagy kivettek belőle dolgokat, vagy kihúztak belőle dolgokat, vagy megmásítottak benne dolgokat. Az ügyészségre legközelebb jövő, emlékeim szerint jövő héten, március 26-án 9 órára vagyok idézve folytatólagos tanúkihallgatásra, és abban állapodtunk meg az ügyészekkel, hogy erre a kihallgatásomra hozom el a rendelkezésemre álló bizonyítékokat, amikkel ezeket az állításokat bizonyítani tudom. Azért nem voltak ma velem ezek a bizonyítékok, mert nem tudtam, hogy milyen ügyben hallgatnak meg az ügyészek, de így, hogy egyértelművé vált, hogy ez a Völner Sadl és társai ügyről szól, innentől fogva nekem elő kell vennem azokat a bizonyítékokat, amik rendelkezésemre állnak, ide be kell hoznom, és nyilvánvalóan, hogyha lehetőségem van rá, akkor nyilvánosságra is fogom hozni, ezt még meg kell beszélnem az ügyvédekkel. Milyen dokumentumai vannak? Hangfelvételeim vannak. Ezek Varga Judittól és Gulyás Gergelytől vannak ezek az információk? Nem tudok erre többet mondani, hiszen ezt először le kell adnom jövő hét. Tegnap azt mondta, hogy Varga Judittól és Gulyás Gergelytől vannak ezek az információk, ezt most is fenntartja? Még egyszer szeretném elmondani, hogy jövő héten március 26-án jövök ide az ügyészségre, leadom a rendelkezésemre álló bizonyítékokat, ezek alapján az ügyészség folytatja a kihallgatást, mert nyilván lesznek kérdéseik, és esetleg nekem is észrevételem az eddigi jegyzőkönyvhöz, és ezek után tudok azokról tájékoztatást adni, amit nekem az infotörvény és egyébként a saját ügyvédeim megengednek. Még egyszer mondom, ezt tudom elmondani, jövő héten tudok ezekről. Minden kérdésre jövő héten tudok válaszolni. Tegnap azt mondta, hogy Gulyás Gergelytől és Varga Judittól vannak ezek az információk, ezt fenntartja? Elnézést, tehát még egyszer mondom, jövök ide. Fenntartja a tegnapi nyilatkozatát? Annyit mondtam, hogy Gulyás Gergelytől és Varga Judittól vannak információim, azt nem mondtam, hogy csak tőlük van információ. Minden, nem tudok ezekre válaszolni, még egyszer mondom, először a nyomozóhatóságnak kell ezeket átadnom. Annyit tudok mondani, hogy ez alapján, a három állítás alapján, és ezeket én bizonyítani tudom, a kormánynak nincs más lehetősége, mint hogy benyújtja a lemondását. Ilyen 33 évben, a rendszerváltás óta ilyen botrány nem történt,
hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásban információkat szivárogtat ki egyébként a legfőbb ügyész, akinek vagy a valaki az ügyészséről, emiatt a legfőbb ügyésznek is nyilvánvalóan le kell mondani. Megbízik az ügyészségben egyébként? Én a két ügyészről tudok beszélni, akik a kihallgatást végezték, nagyon korrektek és objektívek voltak, és bízom abban, hogy a rendelkezésre bizonyítékok elegendőek lesznek ahhoz, hogy elvégezzék a munkájukat, mi hatalmas ellenszélben ilyen ügyészi vezetés mellett is. De azt most miért nem tudja elmondani, hogy mióta vannak meg ezek a bizonyítékok önnél? Ezek a bizonyítékok már több hónapja a rendelkezésemre állnak. Miért várt eddig? Azért, mert ezeket a bizonyítékokat annó még a családom védelme érdekében készítettem, amikor megtudtam, hogy ez egy maffia állam, amiből nagyon nehéz kiszállni. Nyilván a családomat most már nem tudom védeni, de az országot még megpróbálom. Ön készítette ezeket a hangfelvételeket? Én készítettem a hangfelvételeket. Ezek szerint a volt felesége is elmulasztotta a feljelentési kötelezettségét ebben az ügyben, hogyha fél éve tudott már Völner Pál ügyéről? Ezt nem nekem kell értékelni, hogy kinek volt feljelentési kötelezettsége, melyik időponttól. Annyit tudok önöknek elmondani, hogy a kormány tagjai teljesen különböző mértékben voltak információk birtokában, hogyha az idősíkot nézzük a nyomozás megkezdésétől egészen a vádemelésen át, és most az zajló büntetőjárás a bírósági eljárásban teljesen különbözőképpen. És ez nyilván utána a vizsgálattárgyát fogja képezni, hogy kinek, mikor, mivel lett volna feljelentési kötelezettsége. Jövő héten miután behozta ezeket a hangfelvételeket, nyilvánosságra fogja ezeket hozni? Ez a célom, de nyilván egyeztetnem kell az ügyészekkel, hogy a nyomozás érdekeit ez veszélyezteti, illetve hogy az infotörvény megengedi-e, illetve az ügyvédelmi tanácsát is meg kell fogadnom. Nyilván ez lenne a leghelyesebb, mert egy ilyen hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után valóban nem tehetne mást a kormány, mint hogy lemond. Jól ért? Én bízom abban, hogy egy ilyen egyértelmű bizonyítékot nem tudnak eltüntetni, nem tudnak megmásítani, és ezek alapján nyilván lépniük kell. És hogyha mégsem mond le a kormány, akkor mit fog tenni? Én bízom a nyilvánosságban. De akkor nyilvánosságra kell hozni ezeket a hangfelvételeket, az nyilván segít. Ez a célom, hogy nyilvánosságra hozzam a hangfelvételt. Hogyha megtehetem a jogszabályok alapján, és egyébként nem mondják nekem azt a nyomozást érdekemet. De mondjuk az az érdek, hogy a kormány nem mondjon, ez akár fölül is írhatná azt, hogy milyen jogi következményei vannak. Önre nézve, nem? Én azt gondolom, hogy jelenleg a nyomozást érdekelje a legfontosabbak, és nyilván lesznek még ebben az ügyben tanúkihallgatások. Mint ahogy mondtam, folytatódik az én tanúkihallgatásom is. Azt is jeleztem az ügyészek kérdésére, hogy jelenleg ez a három pont, ez az egy bűncselekmény halmaz, de vannak más információim és más bizonyítékaim is, de ezeket meg kell vizsgálni. És akkor ezek szerint Rogán Antal a parlamentben hazudott, amikor azt mondta, hogy sosem találkozott Sádül Györggyel? Ezek szerint Rogán Antal hazudott. Igen. Még a nevet is próbálta rosszul kiejteni, hogy úgy tűnjön, hogy tényleg nem találkozott. Orbán Viktor tudott a Völner Sádül Györggyel kezdettől? Ezt nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy a kormánynak több tagja tudott, és én élek a feltételezéssel, hogy ilyen súlyú ügyben ő is tud a dolgokról. Gulyász Gergely közöttük volt? Biztos vagyok benne, hogy ugye most nehezet kérdeznek, mert nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy tudnak-e a Völner Sadl ügy részleteiről, mikor. A nyomozás kezdetekor, a titkos megfigyelés kezdetekor, vagy akkor, amikor már megtörtént a gyanúsítás, és egyébként már kijött a sajtó sok információ. Nyilván az a kérdés, hogy tudtak-e akkor. Amikor egyébként még nem tudhattak volna. És ebben a fél évben az ön tudomása szerint Völner Pál tüntetett el bizonyítékokat, befolyásolt tanúkat? Vagy mire használta ezt? Erről nem tudok. Tehát ugye arról az időszakról beszélünk, amikor még nem volt se vádemelés, se gyanúsítás, se őrizetbevétel, hanem folyt a titkos megfigyelés. Az, hogy hogyan folyt lehallgatásokkal, telefonlehallgatásokkal, konspiratív eszközökkel, ezt én nem tudom, ezt nyilván a nyomozóhatóság tudja, de az én állításom az, hogy ezekről a lehallgatásokról vagy titkos megfigyelésekről valaki tájékoztatta, aki tudott erről, és ez nyilván a nyomozóhatóság lehet, vagy adott esetben az elrendelést aláíró, vagy így döntő bíróság, tájékoztatta a kormány egyes tagjait, és ők pedig figyelmeztették Völner Pált, hiszen ekkor, ha hihetünk a nyomozati iratoknak, ekkoriban Sádl Györgyöt hallgatták le, Völner Pált még nem, és ő úgy került a képbe, hogy egyébként Sádl Györgyöt lehallgatták, és egymással beszéltek. Hány személytől van hangfelvétele? Bocsánat, egyszer ketten kérdezik. Hány személytől van a hangfelvétele? Több személlyel kapcsolatban van a hangfelvétele. Ki tudott róla, hogy ennek ilyen bizonyítékai vannak? Páran tudtak róla. Volt felesége tudott róla? Ezt tőle kérdezzék meg. Volt egy pont, amikor egy említettem az előbb, meg elhangzott az, hogy ez egy maffia, amiből nehéz, vagy szinte lehetetlen kiszállni, és akkor én úgy éreztem, hogy ez a már csak a gyermekeim, meg egyébként a családom védelmében is kötelességem, hogyha ilyen és tényleg ennyire súlyos a helyzet,
akkor legyen, amivel védjük magunkat, hogyha egyébként minket zsarolni akarnak, vagy nyomás alá akarnak helyezni. Ezt egyébként az utóbbi napokban megtapasztaltam, hogy mi az, amikor az embert nyomás alá akarják helyezni, és igaztalan, és méltatlan, és gusztustalan vádakkal illeti a propaganda. Hogyha azt mondja, hogy ezt a bizonyítékot, bocsánat, hogy ezt bizonyítékot biztosítéknak szánta, akkor volt valamilyen egyezkedés vagy tárgyalás, hogy ezt ne hozza nyilvánosságra? Semmilyen egyezkedés nem volt, én senkivel nem tárgyaltam erre. Nem félek attól, hogy mi történik velem, mert azt gondolom, hogy most már nagyjából elmondtam, amit tudok az ügyészségnek, legalábbis ebben az ügyben, és mindenki tudja az egész ország, hogy vannak bizonyítékaim. Nagyjából azt is megneveztem, hogy milyen bizonyítékaim. Innentől fogva meglehetősen furcsa lenne, ha bármit történne. Én továbbra is azt tudom üzenni Rogán Antalnak, hogy ízítson egy privát repülőgépet, és távozzon egy olyan országba, ahonnan nincs kiadatás. Én Argentinát javaslom, de hogy Csádot választja, az is lehet. Előbb-utóbb ezek a bizonyítékok teljesen nyilvánosságra fognak kerülni? Ezt az ügyészeknek és az ügyvédeknek kell megmondani, hogy én megtehetem a személyiségok miatt, hogy én ezeket a hangfelvételeket. Ha úgy érzi, hogy az ügyészségen elakad az ügy, akkor nyilvánosságra hozza őket? Ha úgy érzem, hogy nem folyik rendesen a nyomozás, és nem hallgatnak ki tanukat, azokat, akik érintettek lehetnek, akik érdemi információval, nálam egyébként sokkal több részletesebb, valid információval rendelkeznek, akkor nyilván van ez. Ezek kormánytagok? Ezek kormánytagok. Köszönjük szépen!